cserik a kifejezését. Tehát a piaci körülmények között egyszerűen a túlélésért küzd. És még talán a munkavállalók is megértik, hogy most ott nincs lehetőség további béremelésekre, akkor is a céget szankcionálni, és további piaci lehetőségek megszerzésétől elejteni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon káros. Tehát itt a kormányzat a saját adópolitikájával az okozója több esetben. Itt most két esetet hoztunk rögtön. Ezért én azt gondolom, hogy ezt nem kellene tenni. Én nem szívesen hoznám be elnök úr a házba, de Rogán képviselő úr korábban azt mondta, hogy fogadást ajánl. Nem lenne jó, ha átalakulnánk sportfogadási intézményé, de azt gondolom, hogy ennél biztos, hogy nem tesz ilyen nagyvonalú ajánlatot, mert tényleg igaz. Tehát számítható matematikailag, hogy az adójóváírás csökkenése és a szuperbruttó kivezetése az az átlag alatti jövedelmekre, tehát körülbelül egy 200.000 bruttónál ez bizony veszteséget okoz, amit nem biztos, hogy tudnak a munkáltatók kompenzálni. Tehát ezért a hetedik pontnak a törlését mindenképpen kérném tisztelettel. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Megadom a szót Volner Jánosnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a 4-es, 5-ös és 7-es ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni, és egyben ki szeretném fejezni abbéli reményemet, hogy nem járunk úgy, mint most már 4 különböző törvényjavaslat kapcsán csak a mai napon, miszerint itt vita zajlik az országgyűlésben, amiben a kormány oldal látványosan nem vesz részt, aztán a kormány oldal részéről eljáró képviselő a végén látványosan leosztja az ellenzéket, hogy mennyire hülyék és nem értenek hozzá, bezzegők, meg miért nem nézett utána az ellenzék. Hát képviselőtársaim, én velem történetesen az előző törvényjavaslat kapcsán is mélyen szántó szakmai vitát lehetett volna folytatni, nagyon sajnálom, hogy nem került erre sor. Több évig tevékenykedtem egyébként ingatlanfejlesztési cégek közelében, illetve ezekből ár gyakorlatilag a baráti körömnek a jelentős része is. A nemzetközi gyakorlattal is tisztában vagyok, és azt gyanítom most az eddigi vita alapján, hogy nem lettem volna ezzel a vitával egyedül. De tartok tőle, hogy ebben a törvényjavaslatban foglaltakkal kapcsolatban is hasonlóan fogunk járni. Miről is szól ez az előterjesztés, amit most Nemény képviselő úr megpróbált ezekben az ajánlási pontokban lehetőség szerint korrigálni? Hát arról, képviselő társaim, hogy akkor, amikor a tavalyi év folyamán az egykulcsos adórendszer és a hozzá csapott adójóváírások kivezetése vita tárgyát képezte itt az országgyűlésben, plenáris üléseken és bizottságokon, akkor számszerűsítettük ennek az eredményét. Ez egy exakt módon kiszámolható eredménnyel járt, azzal, hogy számszerűsíteni lehetett, hogy bruttó hány forintos keresetnél van az a határ, amikor jól járnak a munkavállalók, és hol van, ahol rosszul. Kiderült az APEC jövedelmi statisztikái alapján, hogy 85%-a a munkavállalóknak az egykulcsos adórendszer bevezetésével, a hozzácsapott adóváltozásokkal rosszul fog járni. Nem fog jól járni. Mindössze a munkavállalók 15%-a lesz kedvezményezett. Akkor, amikor fölhívtuk erre a kormány oldal figyelmét, és elmondtuk azt, hogy ez a munkavállalók széles tömegei számára jövedelemcsökkenést okoz, akkor a kormány oldal kézzel-lábbal tagadta ezt, elmondták, hogy az majd nem következhet be, nem így lesz, miért beszélünk erről. Amikor a számokkal szembesítettük őket, akkor az volt erre a válasz, hogy de majd ezt más módon kompenzálni fogjuk. Jött az ötletelés, bérmonitoring bizottság, amiből már nem lett semmi, és most itt a legújabb előterjesztés, ami jelenleg előttünk fekszik. A cégeket, amelyek elmulasztják a kormányzat által elképzelt béremelést, azokat különböző szankciókkal kívánja a jogalkotó sújtani. Hát mi is történik itt, képviselőtársaim? Hát 20 éve megvolt a rendszerváltás, durván beavatkozik mégis a kormány a piacgazdasági folyamatokba, és elvárja a versenygazdaság szereplőitől azt, hogy gyakorlatilag nem egyszer az erejükön felül mindenféle gazdasági többletteljesítmény nélkül működő cégeknél jelentős bérfejlesztéseket hajtsanak végre. Ennek az indokaként pedig az a halványnál is halványabb indoklás hangzott el bizottsági ülésen is, illetve a sajtó nyilvánossága előtt, hogy de hát a cégek milyen jól jártak, hiszen jelentős társasági adókedvezményeket kaptak. Hát ha megnézzük a társasági adókedvezmények mértékét,
Messze nincs ellentételezve ez, ugyanis a társasági adókedvezmények csak az 50-ről 500 millió forintra történő emelését jelentették az adóalapnak, illetve rövid ideig szó volt arról is, hogy az 500 millió forintos érték adózási határ az majd el fog tűnni, ez a társasági adóalap gyakorlatilag korlátlan lesz. Magyarul a legtöbb kis és középvállalkozót nem azok a problémák gyötrik, hogy mit kezdjen az 50 és 500 milliárd forint közé eső adóalapjával, hanem az a problémája, hogy egyáltalán túlélje az adott évet. Most a kormányzat nem tesz egyebet, mint hogy a saját elhibázott gazdaságpolitikájának az árát jelentős részben megpróbálja a kis és középvállalkozókra terhelni, hiszen őket hozza olyan kellemetlen helyzetbe, hogy különböző szankciókat helyez kilátásba, ha azok a kis és középvállalkozók a kormányzat által diktált mértékben nem hajlandóak, vagy egyszerűen nem tudják emelni a béreket. Hát ez minden csak nem foglalkoztatás ösztönző lépés. Melyek is ezek a lépések, amelyeket a kormányzat szankcionálásként beemel a rendszerbe? 2 évig közbeszerzési eljárásokból eltiltja gyakorlatilag azokat a vállalkozásokat, akik nem hajlandóak a kötelező mértékű béremelésre. Képviselőtársaim, nagyon sokszor a cégek nem tudják kigazdálkodni a béremelés mértékét, és hogyha a képviselőtársak széles tömege ismerné egy átlagos magyar vállalkozás költségszerkezetét, akkor megérthetné azt, hogy egy adott esetben 4-5-6%-os béremelés jóval nagyobb tehertételt jelent, még a nyereséget cégek nagyobb részének is, mint mondjuk egy esetleges társasági adó csökkentés. Megjegyzem egyébként, hogy az adóalapok kicsiny volta miatt a legtöbb céget, a cégeknek a jelentős részét ezek az adóváltozások nem is érintették pozitív módon, mégis hivatkozik erre a kormányzat. Felszeretném arra is hívni a figyelmet, hogy amikor elmulasztja egy cég a kötelező béremelést, amit a kormány elképzel, akkor kizárhatják a központi költségvetésből, valamint az elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásokból, és bármilyen szabálytalanság esetén, amelyet egy munkaügyi ellenőrzés során tapasztalnak, a munkaügyi bírság maximális kiszabását tekintik irányadónak. Hát ezek megint csak olyan lépések, amelyek teljesen nyilvánvaló és durva beavatkozást jelentenek a piacgazdaság működésébe. Képviselőtársaim, ez már rég nem az állami tervutasításos rendszer, amikor felülről kell vezérelni a gazdálkodó szervezeteket. Ezek a saját gazdasági szükségleteiket a piaci igényekkel igyekeznek mindig összhangba hozni, akár a munkaerőpiaci oldalról, akár pedig az értékesítés részéről nézzük azt. Teljesen fölösleges, sőt, kifejezetten káros a piaci folyamatok és a cégek versenyképességének szempontjából az, hogy az állam megpróbál ebbe felülről belenyúlni és beleavatkozni. Gondoljunk csak bele, az a cég, amely nemzetközi versenyhelyzetben van, és nem csak arra gondolunk itt, azokra a vállalkozásoknak a körére, akik exportra termelnek, hanem azokra is, akik importhelyettesítő terméket állítanak elő a magyar piacon, és itthon verik meg a külföldi cégeket, az a cég, amely kötelező mértékben emeli a béreket, anélkül, hogy jelentős változás állna be a gazdasági teljesítményében, nyilvánvalóan versenyhátrányba fog a külföldi vállalkozásokkal szemben kerülni. Ez a lépés tehát nem fog egyebet eredményezni, mint hogy a magyar vállalkozásokat, mint egyébként, ahogy az elmúlt években már többször előfordult, még a hazai piacon is megfogják a jóval kedvezőbb adókörnyezetben gazdálkodó külföldi vállalkozások verni, mert egész egyszerűen azt az adóhátrányt, amit egy magyar vállalkozás itthon Magyarországon kénytelen elszenvedni, azt nem fogják tudni semmivel kompenzálni. A kormány maga nem adott semmit a vállalkozóknak, amivel ezt kompenzálhatná. Utalni szeretnék arra, hogy amikor a versenyhátrány, ami ebből a törvényjavaslatból ered, a versenyhátrányt, amit elszenved a cég, megpróbálja valamilyen úton, módon kompenzálni a jogalkotó, akkor föl kell, hogy bukkanjon a jogalkotónál az a gondolat, hogy nem csupán a munkaerő, illetve a munkaerőpiac kerül sokba a képzettségéhez, a produktumához mérten Magyarországon, hanem az árukon és szolgáltatásokon érvényesített adók arányában is Magyarország első helyen áll az összes OECD tagállam között. Tehát van egy jelentős adóterheléssel járó környezet, amit azt kell, hogy mondjam, hogy a szavakban a kis- és középvállalkozók megmentéséért szorgosan munkálkodó kormányzat jelenleg még tovább is terhel,
nem csak adókkal, hanem kötelező béremeléssel is. Ez tehát egy olyan út, képviselőtársaim, ami a nemzetgazdaság ellen van, a foglalkoztatás ellen van, és éppen ezért nagyon melegen ajánlom a kormánynak, hogy erről az útról térjen le mindannyiunk közös jó felfogott érdekében. Köszönöm szépen! Két perces felszólalása, megadom a szót Seyrin Gábornak, az LMP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót. Én itt a négyes ajánlási pont mentén szeretnék feltenni egy kérdést, mert ugye itt az ellenőrzésekre vonatkozik. Ne az idei évről beszélünk, hanem beszélünk a következő évről, meg az azt követő évről. Hogyha a konvergencia programban foglaltak a tartani kívánját, már pedig feltételezem, hogy több okuk is van arra, hogy tartsák ezt, ha csak nem kívánnak valamilyen látványos költségvetés borulásba belemenni. Nos, hogyha ezeket a vállalásokat tartani kívánják, akkor jövőre és az azt követő évben végleg kivezetik az adójóváírás intézményét. Ez a következő évben, 2012-ben egy újabb pozíciójomlást eredményez, nagyjából ugyanabban a körben, amelyiknek az idei évben egy jelentős arcúcsapás jelentett az SZIA változás. A minimálbér 2,5-szerese alatt, valahol 195.000 forint alatt találhatók meg azok, akik jövőre rosszabbul járnak. A minimálbérnél jövőre 3.300, két év múlva 5.400 forint mínuszt lesznek kénytelenek elkönyvelni ezek a munkavállalók. A családi adókedvezmény valami keveset jelent, ugyanis a munkavállalók 50%-ának nincsen gyermeke. Az egy gyerek az nem nagyon oszt, nem szoroz, maximum az egészet kihozza nullszardósra, két gyerekkel pedig elenyésző része rendelkezik a munkavállalóknak. Tehát szumma szummárom, nem csak idén, hanem jövőre is durva beavatkozásokra kényszerülnek, akkor, hogyha nem helyezik teljesen új alapokra az adópolitikájukat. Én szeretném megkérdezni, hogy tényleg készülnek-e jövőre is durva beavatkozásokra, jelentős fizetésromlással járó adópolitikai változásokra, és jövőre is tervezik-e azt, hogy ezt a magyar kis- és közepes vállalkozásokkal fizettessék meg. Remélem, hogy választ kapok a kérdésemre. Köszönöm. Szintén kétperces felszólalásra következik Volner János, Jobbik. Képviselőtársam, szavaihoz szeretnék csatlakozni, és egyben emlékeztetni szeretnék a tavalyi évi vitákra, amelyek az adótörvényeket övezték gazdasági bizottsági szinten is. Én akkor ugye több olyan kérdést fogalmaztam meg a minisztérium helyszínen tartózkodó képviselőihez és az akkori költségvetési tanács elnökéhez, Kopis György úrhoz, amelyek arra vonatkoztak, hogy ezek a bizonyos adóváltozások milyen hatással járnak, próbálta-e ezeket monitorozni adószimulációs vizsgálatok formájában a kormányzat, kiderült, hogy nem. Akkor, amikor fölhívtuk arra a figyelmet, hogy az egyébként is meglehetősen magasnak mondható jövedelmi különbségek, ami az alsó 10% és a felső 10% között van Magyarországon, ezek egyébként nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten magas eltérés mutatnak, mit kívánnak tenni azért, hogy a társadalom ne szakadjon több részre, ne legyen egy nagyon vékony élmezőny, amely kifejezetten jól keres, és egy sokkal-sokkal szélesebb leszakadó félben levő középosztály, amely egyre inkább a szegénységbe sodródik, nem tudta a kormányzat erre válaszolni. Akkor, amikor megkérdeztük azt, hogy az a diszkrecionális jövedelem, ami ilyen módon többletként jelentkezik az adóváltozások jóvoltából a magasabb jövedelműek zsebében, az külföldre fog nagy arányban áramlani, hiszen külföldi nyaralások, importból származó fogyasztási cikkek formájában elhagyja Magyarország területét. Mit kívánnak ezzel tenni? Erre sem érkezett válasz. Ez a törvényjavaslat tovább mélyíti a szakadékot az alacsony keresetű és a magas keresetű munkavállalók között, nem járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország gazdasági fellendülése végre elinduljon, hiszen azoknál a rétegeknél, ahol ez a bizonyos diszkrecionális jövedelem hiányzik, és éppen csak az önfenntartásra elég a pénz, azoknál tovább és menthetetlenül folytatódni fog a leszakadás. Köszönöm szépen! Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vitát lezárom, és megadom a szót
Rogán Antalnak, aki előterjesztőként kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Próbálok azért alapvetően az ajánlásnál maradni. Két rövid dologra azonban értelemszerűen reagálnom kell. Én azt gondolom, hogy itt az a tipikus vita zajlik le, hogy most azért azt is el kéne dönteni, hogy most valójában ki képviseli itt a munkavállalók érdekeit és ki a munkaadókét. Én azt gondolom, hogy mi a tavalyi esztendőből kezdődően próbáltunk megkötni egy tisztességes alkut a munkaadókkal. Ennek az alkunak az volt a része, hogy egyrészt csökkentjük a társasági adót. Ez gyakorlatilag 140 milliárd forinttal több forrást hagyott már a tavalyi esztendőben is Magyarországon a munkaadóknál, tehát a vállalkozásoknál. Ugyanennyi forrást fogott hagyni idén is. A kisebb vállalkozások számára a kisadók megszüntetése az szintén jelentett egyébként többletforrásokat. A bürokrácia csökkentését szorgalmazó programot indítottunk el, ami sok helyen szintén a vállalkozások számára költségcsökkentő tényező. Én azt gondolom, hogy ezek mind forrásokat és lehetőségeket jelentenek a magyar vállalkozásoknak. Egy kedvező adórendszer bevezetését is elindítottuk. Ezt a munkaadók ezeket a lépéseket mind üdvözölték. Mi egyetlen egy valamit kértünk cserébe, hogy lehetőség szerint a másik oldalon az adójóváírás kivezetését, mert ugye itt azért abban egyezzünk meg, hogy az egy kulcsos adórendszernek az adójóváíráshoz ebben a formában nem sok köze van, akár lehetne is egy kulcsos adórendszer és adójóváírás együttesen. Itt az adójóváírás kivezetése az, ami azokat a problémákat okozza, amikről önök beszéltek. Az adójóváírás kivezetését próbálják meg minden alacsony és középkeresetű munkavállalónál kompenzálni. Ezt kisebb mértékű béremelést kértünk, mint ami mondjuk 2010-ben effektíven megvalósult. Ehhez képest úgy láttuk, hogy ez nem nagyon működik, tehát a munkaadók csak a maguk számára kedvező feltételeket kívánják betartani a megállapodásból, a kedvezőtlenebbeket már nem. Hozzátartozik ehhez az is, hogy Magyarországon a magánvállalkozói szektorban a szakszervezeti szféra gyakorlatilag nem szervezett. Minden 10 szervezett munkavállalóból 9 Magyarországon az a közszféra világára esik. Ebből az következik, hogy gyakorlatilag csak a közszférán belül van érdemi szakszervezeti érdekképviselet, a magánszférában nincsen. Itt valamennyire kénytelen maga a parlament, illetve hát ebben az esetben, ha jól látom az önök hozzáállását, akkor a kormánypártok ellátni az érdekképviselet feladatait. Ez a törvény, ez gyakorlatilag erről szól. Megpróbálunk törvényi feltételeket is tenni a munkaadókkal megkötött alkunk mögé, és csak annyit kérünk, hogy az alacsony és középkeresetőek bérének védelme érdekében a béremeléseket tegyék meg. Én azt gondolom, hogy erre a forrás túlnyomó részt rendelkezésre áll, és azok a konzekvenciák, amik le vannak szögezve a törvényben, azok gyakorlatilag egyrészt az állammal való kapcsolattartáshoz kapcsolódnak, ahol az államnak ehhez minden további nélkül joga van, maga határozhatja meg a feltételeket állami támogatásnál, és egyéb iránt természetesen közbeszerzésre vonatkozó ajánlattételnél is. Másik oldalról pedig munkaügyi természeti konzekvenciákat ró ki, pontosan azért, hogy egyébként ellenőrizni is lehessen, hogy ez megtörtént-e vagy sem. Ugye lehetőséget adunk a rugalmas kezelésre is, hiszen gyakorlatilag csak a kétharmadánál kérjük a munkavállalóknak ennek az említett béremelésnek a megvalósítását. Én azt gondolom, hogy ez az ösztönzést is lehetővé teszi az adott cégeknél, tehát biztosítja a kellő rugalmasságot. Ebből a szempontból tehát szerintem egy jó törvény fekszik az asztalon. Most ehhez a jó törvényhez érkeztek egyébként módosító indítványok, alapvetően két képviselőtársamtól, Kovács Péter képviselőtársam, és az összes módosító indítványát tudom támogatni, technikai jellegű módosítókat adott le. Nemény András képviselőtársam viszont gyakorlatilag mindenhol olyan módosítókat adott le, amelyek hát úgy fogalmazok, a lényegét érintik ennek a törvényjavaslatnak. Azt is mondhatnám, hogy az ivartalanítására törekszenek ennek a törvényjavaslatnak. Ezt én így nem tudom támogatni, ezért értelemszerűen egyetlen egy olyan módosító sincs, amit ő benyújtott, amit tudnék támogatni. Ilyen egyszerű a döntésem oka. Azt szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogyha jól néztem, akkor itt már leadásra került két olyan kapcsolódó módosító javaslat is, amit viszont fogok tudni támogatni majd. Gondolok itt arra, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet pontosítani, hogy mit értünk a nettó bérfogalma alatt, a kafetéria pontosításával, illetve a béremelésre vonatkozó részletes szabályok megalkotásával. Ezeket a magam részéről tudom támogatni, mert ezek azt gondolom nem érintik a törvényjavaslat érdemi részét, de másik oldalról viszont azokat, amelyek hát pontosan az ellenkezőjére mutatnak, tehát gyakorlatilag úgy tennének, mintha nem is lenne ez a törvényjavaslat, azokat a magam részéről nem tudom támogatni, és kérem ezügyben képviselőtársaim megértését. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatokról következő ülésünkön döntünk.
Soron következik az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal és Puskás Imre Fidesz képviselők önálló indítványát T/3505-ös számon, az együttes bizottsági ajánlást T/3505/37-es számon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem Szilágyi Péter jegyző urat ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-20-ig terjedő pontjai szerepeljenek, amelyek az elektronikus hírközlési törvény módosítását kezdeményezik. A második vitaszakasz az ajánlás 21-36-ig terjedő pontjaira nyílik meg. Ezek további törvények módosítását tartalmazzák. Kérdezem, a tisztelt országgyűlés egyetérte a javasolt vitaszerkezettel, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Megalapítom, hogy az országgyűlés az indítványt elfogadta. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni, és kiegészítő kérdésként azt is kérem, hogy lehetőleg ne csak jelezzék, hanem valóban az adott ajánlási pontokhoz szóljanak hozzá, ne az általános vitát ismételjék meg. Most megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás első 20 pontjára nézve. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. Úgy látszik, kérésem riasztónak bizonyult. Nincs felszólaló. Igen, igen, mégis sikerült. Némi türelemmel Baja Ferenc MSZP képviselő úrnak adom meg a szót. 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, figyelemmel arra, hogy házszabályszerűen vezeti az ülést természetesen, és arra is figyelemmel, hogy nagyon nehéz ez a törvényhez házszabályszerűen hozzászólni. Engedje meg majd nekem, hogy igyekszem betartani a házszabályt, mégis bizonyos területeken ki kell térjek az általános vitához kötődő kérdésekre is. Elsősorban azért, mert jelen pillanatban egy olyan vitát folytatunk a házban, amelynek az előterjesztője Rogán képviselőtársam szakmai alapú előterjesztést tett, ez nem kérdés, de az előterjesztés lényege az az, hogy a magyar kormány az infokommunikáció és a hírközlés területén áttér a hivatali kormányzás kategóriájába. Márpedig ez azt jelenti, hogy egy olyan kérdésről beszélünk a részletes vitában is, ez a módosítók szavazása után világosan kiderül, ahol érdemében érinti ez a javaslat a kormány intézményrendszerét, 22 olyan határozatot telepít a hatósághoz, amelyből 10 közvetlenül a kormány kompetenciáját érinti, másik 10 pedig a minisztérium kompetenciáját. Természetesen a kormánynak lehetősége van egy ilyen átrendezésre a törvényhez kötődően, hiszen a háza terepe egy ilyen vita lefolytatásának. Ezt tehát mi nem kifogásoljuk. Azonban a vita jelen szakaszában az a helyzet, hogy egy olyan hírközlési hatóság fog létrejönni Magyarországon, amelyik állam lesz az államban. Jelen pillanatban tehát ellenzéki képviselőként kénytelen vagyok egyrészt az Alkotmányügyi Bizottsághoz, másrészt pedig a miniszterelnök úrhoz fordulni, hogy azt a helyzetet a következő napokban igyekezzen orvosolni, hogy ennek a hatóságnak valami fajta törvényességi, szakmai kontrollja keletkezzen. Szeretném itt felhívni a ház figyelmét arra, hogy nem arról van szó, hogy az ellenzék szeretne itt ebbe beavatkozni a hivatal munkájába, hanem arról, hogy biztosítanunk kell, hogy a magyar állampolgárok és a magyar vállalkozások lényegében ne legyenek kiszolgáltatva egy hivatal kénye kedvének. Jelen pillanatban, miután a bizottsági módosító indítványok vitája során minden olyan képviselői indítványt a bizottság elutasított, amely kísérletet tett arra vonatkozóan, hogy ennek a hivatalnak valami fajta szakmai rendeletalkotási kontrollját adja, ez a bizottságon nem ment át. Ezt a magunk részéről
értjük. Pozitívnak tekintem azt egyébként, hogy a bizottság egy olyan vitát folytatott, ahol egy csomó szakmai koherenciához kötődő javaslatot értelmesen megvitatott. Azonban azt a fő kérdést, hogy ki lesz Magyarországon a hírközlési hatóság fölötti kontroll, ezt nem volt képes megvitatni, és az a helyzet, hogy jelen állapotban nem is fogja tudni ezt megtenni, azért, mert lényegében ez a hatóság saját maga rendeletet alkothat, ezt a rendeletet értelmezheti, ezt a piac minden szereplőjére vonatkozóan kötelező erően előírhatja, és semmilyen jogorvoslat ezen a területén nem születhet a következő időszakban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, nincs arra nézve szabály, hogy föltétlenül egy-egy feladatot miniszteriális keretek között kell megvalósítani, bár hozzáteszem, hogy mind a közigazgatási minisztérium, hiszen a rendeletalkotás alapvetően őket érintené, mind a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, amely viszont a szakterület egészéért felel, jelentős sérelmet szenved, de ez legyen mondjuk ebben az értelemben a kormányzat joga és a kormány kompetenciája. Lehet egy ilyen szerkezetben dolgozni, kulturáltnak látom ezt a vitát, amelyet ebben a térben az érintettek lefolytattak. A probléma azonban ettől még fönnmarad, mert a törvény elfogadása után Rogán képviselőtársam, bizottsági elnök képviselőtársam felelőssége megszűnik. Ő innentől nem felel a hírközlés hatósági és egyéb jogosítványaiért. Nem is az ő felelőssége természetesen, de ki fog felelni ennek a törvénynek a végrehajtásáért, ki fog felelni azért, hogy a következő időszakban is jogállami normák és keretek között működjön egy olyan hivatal, amelyet most itt létrehoztunk. Ezért van az, hogy bizonyos értelemben elnök úr kénytelen vagyok a jegyzőkönyvnek, és bizonyos értelemben miniszterelnök úrnak beszélni a tekintetben, hogy tekintsenek rá még egyszer erre a törvényjavaslatra, mert mi ezt a vitát itt nem tudjuk orvosolni. Én a magam részéről tudomásul vettem, hogy az ellenzői képviselők módosító indítványokat a bizottság és nagy valószínűséggel majd a parlament sem fogja támogatni. Nincs bennem e tekintetben sértettség, ilyen mindig előfordulhat, természetes. De az nem fordulhat elő az én megítélésem szerint a magyar köztársaságban, hogy létrejön egy olyan törvény, amelyről fogalmunk sincs, hogy a hírközlési hatóságért kifelelős. Én azt gondolom, a miniszterelnök úrnak nincs arra ideje, hogy a hírközlési hatóság rendeleteit naponta áttanulmányozza. Az ajánlás 17-es számában javaslatot teszek egyébként arra, hogy a hatóságnak a kormányrendeletek és miniszteri rendeletekkel együtt legyen egy kontrollja. Ez a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanács lett volna, a bizottságon ez sem ment át, nagy valószínűséggel pedig egyébként ez a tanács a miniszterelnök által kinevezett tanács, de ez sem kapott többséget. Abban a dilemmában, ha kéri, akkor egy perccel meghosszabbítom a hozzászólást. Köszönöm szépen, be is fogom fejezni. Akkor. Abban a dilemmában vagyunk tehát, és erre szeretném fölhívni az államtitkár úr, a bizottsági elnök úr, és valamennyi képviselőnk figyelmét, hogy egy olyan túlterjeszkedés keletkezett ennek eredményeként ebben a törvényben, amely jogorvoslatért kiállt. Az a kérésem, hogy bizottsági módosító indítvány keretei között, alkotmányügyi bizottságban, vagy a miniszterelnök úr személyes eljárásával ezt az alkotmányos hiátust a következő hetekben pótolja a tisztelt ház, azért, hogy a szakmai törvényességen túl az alkotmányos kérdéseknek is a törvény megfeleljen. Köszönöm, elnök úr, a türelmét. Köszönöm, képviselő úr. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita E szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlásnak a 21-től a 36-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Még egyszer mondom, jelentkezőt nem látok, ezért az részletes vita egy szakaszát és az egészét lezárom. És megkérdezem Rogán Antal képviselőt, hogy most vagy a határozathozata előtt kíván válaszolni, most kíván, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim.
Őszintén szóval meglepődtem. Azt számítottam, hogy itt lényegesen több hozzászólás lesz. De akkor értelemszerűen Baja Ferenc képviselő által elmondatokra kívánok reagálni. Én azt gondolom, hogy az ottani felvetések ugye azt tükrözik, hogy ez a törvény szellemében, logikájában ugye egy teljesen más döntéshozatali rendszert hoz létre. Gyakorlatilag kezdettől fogva abba az irányba törekedtünk tavalyi esztendő óta, amikor létrehoztuk az első konvergens hatóságot, hogy itt egy új formát hozunk létre. Ugye Magyarországon eddig külön volt a média és a hírközlés szabályozása. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kettő között az összefüggés az gyakorlatilag valahogy úgy néz ki, hogy az egyik az értelemszerűen a tartalom, a másik pedig az ehhez kapcsolódó gyakorlatilag eszköz. És én azt gondolom, hogy a kettőnek az együttes szabályozása